Sziasztok, Blackonom vagyok, és itt a Dungeons 4 5. része. Először is boldog új évet kívánok minden egyes kedves nézőmnek, főleg azoknak, akik kitartottak velem mindvégig tavaly évben, és remélem, hogy ki fognak tartani mellettem idén is. Szóval, hol hagytuk abba? Legjobb az volt, hogy Grogu felta a harcot Thanos ellen, a két nagy izomkolosszus, és hát Grogu nyert, csak aztán Thanos fogta, azt megérte ezeket a köveket, ami volt ebbe az Infinite Gauntletbe, és akkor átalakult egy ilyen hatalmas monstrummá, amihez még Grogu is kevés volt, úgyhogy én az kíváncsi, hogy hogyan fogom akkor így megállítani. Na de lássuk. Hát igen, amúgy ez a karácsonyi skin Táliának, meg a kis taknyoknak, stb. Ez ilyen limitált kiadás volt, tehát azt nem lehet véglegesen beszerezni, hanem csak úgy aktiválni lehetett az időszakra, karácsonyra. Szóval, az achievement eléréséhez háromszor használni kell maximum ezt valamilyen tükröt, és Thanos lézer szeme nem pusztíthat el egy darab szobát sem. A skill, amit megkaphatunk, az annyit tud, hogy három ilyen kis taknyot idéz már a játék kezdetén, és 100%-kal több XP-t tudnak ezek szerezni. De jó, hát ez igazából gyorsabb építkezésre jól tud jönni. És 10 perc alatt kell Council Assignment-et megcsinálnom. Talentoknak most ezt használtam. Szerintem egyszerűbb, hogyha minden pályán mutatom, mert ezt mindig variálni kell. Thanos had fully unleashed the gauntlet's power, transforming into a giant monster that was definitely not green for trademark reasons. High energy light shot from his eyes, melting everything in its path. És ott is van a nagy szörny, még a hang is megváltozott. The cleansing light of my eyes will burn all evil from the face of the earth. Szemét. I killed the goddess. She can't bless anyone anymore. And even under the earth you are not safe, you despicable creatures. Thanos' laser eyes carved a hole in the ground that stretched down into the depths of the dungeon. If these lasers were to hit the dungeon heart, it would be the end of the absolute evil. Meanwhile, in the underground, Talia had other things she considered important. Ekközben Talia fontosabb dolgokról. You're gonna make some hackneyed crap about women and mirrors now, you miserable chauvinist. The fact is, that thing gives me a grin. The laser eyes were leaving a trail of devastation through the dungeon. But in the middle of their path, by pure chance, of course, stood Talia's mirror. What devilry? Talia, you vile thing. You are truly the most evil spawn that ever existed. Just wait until my eyes have recovered. Then my cleansing gaze will burn you to ashes. Was a hunt. Thanos is such a miserable jerk. He doesn't even notice when he puts himself out of action. I mean, that was my ingenious plan all along, of course. Unfortunately, my mirror also broke in the process. Where am I going to get a new one now? Talia and the Absolute Evil had nothing to counter Thanos' gigantic laser eyes at the moment. Both agreed that a strategic withdrawal from these lands was the wisest choice for the time being. So, well, if that's what the narrator says, then that's probably what happened, right? But fine, for now it probably really makes sense to get the hell out of Dodge. Forward, creatures, line up in rows of two. Hold the creature next to you by the hand, and then run away in panic! Okay, so... Thanos a lézer szemeivel képes
még ide a föld alá is belézerezni, és az egyetlen ilyen counter rá ez a tükör. És Tali a tükrét csak úgy tudjuk megszerezni, hogyha majd a, van ilyen council, tehát a taknyok tanácsa, nekik kell fizetni majd ilyen pulykában. 60 pulykában, de azt majd mindjárt írni is fogja. Aztán az lesz a fő feladatunk, hogy eljutni innen egészen idáig. Nem mondja is. The Council of Little Snots suddenly spoke up out of nowhere. It just so happened that they had just bought a huge stock of leftover mirrors, but since they all wore robes where you could barely make out their faces, they didn't have any use for them. However, the Council of Little Snots was planning a huge feast called Thanks Gobbler. In exchange for some of those delicious birds, the council was more than willing to provide one of its mirrors. Can't they just send us the mirror anyway? Oh, but fine. Forwards, move it! Feed the gobblers, raise them, give them food, spiked with hormones and medicine. Hormones, medicine. Why am I even laughing? Ezek a szövegek annyira fárasztók már. Szóval, igen, az, hogy 60 darab pulykát kell adnom a Councilnak, aznak csak annyi, hogy megcsináljuk, és akkor rányunk erre is. És el is küldi, és 11 percünk van, hogy ezt megcsináljuk, különben jön Thanos lézerszeme. És leteszteltem, hogy mi, hogyha jön Thanos lézerszeme, és nincsen tükröm. Nos, az lesz, hogy elpusztítja egy random szobámat, teljesen, aztán a következőre, és a következőre, és a következőre, stb. Majd végül magára a Dungeon Heart-ra is rámegy, és az már ugye kivéthetetlen lesz. Szóval ezért is tanácsom, hogy hát kezdésnek élő halottakat kapunk, akkor használjuk is ezt ki. Menjünk rá most csak az élő halottakra, mert ugye nekik nem kell pulyka. Az élő halottak nem esznek, csak magyakat. Szóval, amit csinálunk pulykákat, azt küldjük el azonnal a taknyok tanácsának. És ha megnézzük, azért itt jó nagy út lesz, mire elérünk. És egészen itt a Dimension Dooron keresztül kell jönni ide. És úgy tovább. És meg is jelent a két Eve, vagy mi az Good Being, a két boss. Két darab kristály golem, amiből majd szerethetek ugye jó sok evilness-t. Pár szó, újra kell kezdenem azt a pályát is. A pálya lényege, még normál nehézségben is, hogy egyből csináljunk pulykafarmot. És a kezdő evilness-ünkből húzzuk fel ezt 3-asra. Mert csak úgy fog sikerülni 10 perc alatt. Ez a 10 perc édes kevés. Szóval csak így fogjuk tudni elküldeni a Councilnak ezt a kívánt mennyiséget, azaz 60 pulykát. Annyi, hogy azután meg is kapjuk egyből a tükröt, és ezt bárhol lejelzhetjük. Ide. Hát, és két legyőzni Thanos egy 10 percre. Does this mean I have to rely on that Council of Little Snots advice again? The Council of Little Snots had had enough of snow castles melting. Now instead, a fort was to be built. Igen, és másodjára a Council nem pulykát akar, hanem toolboxot. Tehát második szoba, amire rámenjünk, a... Ez az, mi az? Workshop. És az anyag, hogy húzzuk fel 3-asra is, hogy az infuzomatot csináljuk meg. Ez ugye gyorsabban fogja csinálni nekünk a toolboxokat. Anyag, hogy 10 perc alatt el kell küldeni nekik ezt is.
Ha nem, hát akkor nem lesz meg az új képesség, úgyhogy ez nagyon rassolós pálya ez is, szintén. És igen, itt is van egy csomó olyan fészek környéken, ez be is támad, de nem olyan nagy csapatokkal. Elég, hogy sietni kell. Én azt csináltam, ha megfogadja bárki is a jó tanácsomat, hogy az első 10 percben én nem támadok. Tehát csak gyűjtöm szépen az aranyat. Miután, hát olyan 1 perc, 2 perc van a lézerig, akkor már elkezdek így támadni. Mert itt is ugye nagyon rá kell menni tényleg az aranyra, hogy mindenhol meglegyen a pulyka farm, a minden. Meg azt szeretem, hogyha egy nagy sereget csinálok, és akkor egyből tudok új támadni, hogy vissza se kell fordulnom. És a kezdő ilyen Heroes Grave-et érdemes kihasználni, úgyhogy berakunk kezdő ilyen két darab egységet, ez tök mindegy mi. Francba, hogy jó, meg lett szerencsémre. To be able to stop Thanos again, it would probably be necessary to reassemble the gauntlet of finitude. However, the stones that filled the gauntlet were scattered in all directions. It would take some time to round them all up. Of course, nothing in this stupid dungeon series is ever easy. Any sensible person would think to themselves, boom, let's just beat the crap out of him and that's it. But no, I have to go through the countryside and collect some stupid stones. Oh. Okay, fine. Let's get this over with so I can get back to the point where I put Thanos' head on a spear. Csodálatos. Hát az acsi mentek, meglettek, de a képesség miért nem, amikor nem értem, hogy szerintem 10 perc alatt teljesítettem a feltételt a Council-nak mindig. 43 perc volt, és 10 percenként gondoltam megcsinálom, de akkor lehet, hogy gyorsabban kell még ennél is, nem tudom. Azért se egyszerű ez a pálya, hogy jó tanács, használjuk a spelleket, tehát azt tanuljuk ki. Én mondhatni 3 módban játszottam, hogy nem raktam 2 darab spellt-re, mert ugye kéne az a teleport, ami instant, hogy mondjuk lerakom, akkor egyből tudok menni, mert nincsen más feljáró, csak itt. Tehát egyik feljövök ide középig, aztán vissza kéne fordulnom, mert a Dungeon Heart-ot támadják, akik támadják, az ezen a vonalon jönnek, és ugye vissza kell akkor mennem. Ha csak nem rakok le csapdákat. Most az a helyzet, hogy innentől kezdve, második résztől végig ilyen elitek vannak, itt a harmadik részen meg csak elitegység. Mindenhol. Full elitegységek, és ezeken kell átverekednem magam. Hát mennyi jó 30 perc alatt? Na most jó. Lehet, hogy meg lehet csinálni. Én nem is próbáltam, nem is akarom kipróbálni hard módba, de ez azért egy kicsit durva. Durva, mivel nem elég ugye, hogy a Council-ra kell figyelni, hogy küldjem nekik az anyagot. Ja igen, hát a harmadik kérésük az az, hogy küldjünk neki pulykát, dobos 125-öt. Tehát csak így megnövekedett a szám. A negyedik kérés, hogyha háromszor használtuk a mi az tükröt, és negyedjére meg 100 manát is kérnek. Tehát kell egy mana helyiség is, hogy tudjunk nekik manát küldeni. Nos, és hogyha eljövünk, errefele benyászunk, itt van egy baszott nagy pókfészek, úgyhogy erre csak óvatosan. Plusz, hogyha ide ezt a helyet itt kibányásszuk, ott egy csomó mana bor, de ilyen reliket is találtunk, hogy Mana Fountain Artifact, ami 50 manát ad 30 másodpercenként. Itt is volt jó pár fészek, de hogy az a jó ezekben a pókokban, hogy csak arra kell nagyon figyelni, ami fészek, tehát amiből folyamatosan jönnek. Hogyha mondjuk ilyen 4-5 darab van ott, azok nem fognak távadni, a fészek a lényeg. Mindig, hogy
abban ne nagyon fussunk bele. És... hát lényegében ennyi. Tehát annyit tudok tanácsolni, hogy elsőnek építsük ki a kujkafarmot, másodiknak minél hamarabb ezt. Fejleszgessük folyamatát, én 4-es szintre is felhúztam, hogy a Room Efficiency-t is elérjem bele. Ezt meg 3-asra, a Room Efficiency miatt. És én azt csináltam, hogy első lézert megváltam, támadtam, eljutottam kb. Ideig, visszajöttem. De én azt látom, hogy minden hamarabb rakjuk ki még ezt is. Meg az alap varázslatot, hogy a teleportot ugye meg tudjuk nyitni, és ne kelljen innen eljönni egészen idáig végig, hanem csak fogjuk lerakni a portot, és akkor egyből ide jövünk. Tehát ne nehezítsük meg a dolgunkat, mint én magamnak. Használjuk most ki erre a pályára azt a visszaportot. Aztán még arra kell figyelni, hogy itt már ilyen keményebb tornyok vannak. Electro Tower, ami szinte pár másodperc alatt szétszed az egységünket. Ugye ez is kemény toronynak számít. Meg itt is van ilyen Cannon Tower, ami baszottul nagyot tud sebezni. Ezért tanácsom, hogy innen fentről kerüljük meg inkább, és ez az útvonalon jöjjünk végig. Nem is muszáj ledarálni amúgy ezeket az épületeket, mert jó, evilness-t ad, de ezekből nem jönnek hősök. Mindig a hősök erre az oldalra jönnek, itt, ezen az ösvényen, itt végig, mint most is. Mert láthattuk volna, hogy ha erre jön, de nem. Úgyhogy igazából ennyi. Azt mondtam, hogy miért nem lett a... meg lett a képesség, de akkor miért nem... adta be? Ott a végén. The finitude drill. Tudod, hogy mellett a képesség, de nem láttam, hogy kiírta volna. Van ide, akkor szerencsére jól csináltam. The finitude drill. Talia and the absolute evil were able to escape from the gigantic Thanos. To defeat him, they would have to reassemble the gauntlet of finitude. But before they could do that, they first needed the stones of finitude. Some of them should be able to be found nearby. But Talia and the seeking evil were not the only ones hunting for the stones. Jó, szóval Thanos-t csak úgy fogjuk tudni legyőzni, hogyha újra csináljuk ezt az Infinite Gauntletet. Ez már tisztára endgame referenc. Szóval elsőnek is úgy kell, hogy ezeket a köveket így összeszedjük, csak a kövek így szétszóródtak, és nekünk meg kell találni. És az első, hogy meg kell csinálni az alapot hozzá, csak a törpe királynő is vadásza. Gondolom, hogy eladja, vagy mit tudom én, törpék. Szóval mit kéne az achievementhez? Free Calling Pumps. Tehát ezt a forrót úgy kell elpusztítani, hogy 3 darab ilyen oszlopot elpusztítunk. Ó, bassza meg. Ez meg az, hogy a Dungeon Heartot nem érheti semmilyen sebzés. Jó, meg lesz. A új képesség meg az, hogy... micsoda? Tehát az összes egységet pulykába fizetjük le. Na ez se rossz. Tehát az egységek ugye mindig, amikor hát eltelik egy kis idő, payday van, azaz mennek a fizetségükért, de itt nem aranyat fognak, hogyha ezt a skillt használjuk, hanem pulykát felvenni. Ez szerintem igen jó, mert oké, nem is kell figyelni akkor az arra, csak arra, hogy a broomokra legyen pénz. Aztán ez... micsoda? Azt, hogy úgy kell megcsinálni a pályát, hogy 100 pulykám legyen minimum, és egy pulykát se lehet meg egy pók. Én most így raktam a képességet, ez túlságosan tetszik ez a képesség, úgyhogy ezt kihasználom.
Talia and the Gasping Evil had narrowly escaped Thanos, but it was only a matter of time before the latter would track them down. It was therefore imperative that they reassemble the Gauntlet of Finitude in order to be able to face Thanos. By a stroke of luck, three of the stones appeared to be nearby. Three stones, because all good things come in threes. How subtle. But fine with me. Then we'll have this chapter behind us in no time. Shouldn't be a problem. But fate sometimes plays its little games, so it was not surprising that another party was also looking for the stones. Oi! Get a move on, lads! Get the drill ready! We need to find those stones before the Dark Elf Wench shows up! Her again? I thought we took care of her about 10 levels ago. But hey, kicking some of those damn dwarves in the butt every now and then is refreshing too. It was doubtful how successful the dwarves' digging would be, but there was no question that the drill would cause havoc in the dungeon. It would very likely wake up unwelcome critters sleeping in the underground. But the walkthrough studying evil's real target were the three stones of finitude. These had to be captured before the dwarves managed to do so. Okay, all right, I can work that all in. And by that, I mean I'll put the little snots and the creatures to work. Get a move on, you lazy bums! Szóval, éppen csak sikerült elmenekülnöm Thanos elől, de egy újabb dolggal kell szembe szállnunk, méghozzá ezt a Stones of Finitude-ot kell megkeresnünk, azaz a végesség kövét. És meg is van jelölve, hogy hol található. Csak az a gond, hogy a törp királynő is ezt vadásza, hogy hamarabb meglegyen tőlünk. És építette egy baszott nagy fúrót ide középre. És ezzel a fúróval, hogyha beaktiválja, akkor pókokat hoz majd elő. Tehát így random fúr valahova, és egy pókfészek így megjelenik, és a pókok egyben meg fognak támadni. Úgyhogy jó védelem is kell. Meg a pulykákat nagyon meg kell védeni, ugye, hogy meglegyen ez az új skill. Na, és hogy nézem, egy bejáratunk van, de kettőt is csináltunk, ha ezt betörjük. Csak el kell jönni egészen idáig. Itt van egy teleport, ami kettő rész között tudunk ugrálni. És ez a cooling pump, ezeket kell pusztítani, hármat, hogy ott van még egy, meg ott fent van még egy. Még ezeket nem is értem, hogy miért nem jelöli meg. Jöjjön rá az ember, keresse meg magától, hogy hol van. És milyen sok kemény torony van itt, te jó ég. Hát majd Grogu elpusztít az új képesség, amit megszereztünk, piszkosul jó, mert az összes kis takony ugye folyamatosan pofozva van így. Nem kell vele foglalkozni, hogy pofozgassuk. Na, ez eddig talán az egyik legjobb képesség, amit valaha szereztem. Olyan piszkosul gyorsak, hogy egyszerűen nem győzök nekik feladatot adni. Rendkívül jó ez a képesség. Na, hogyha elbányászunk errefele, akkor itt találtunk egy artifektet. Ezt tudja, hogy 10 darab pulykát szor ki így 30 másodpercenként. Úgyhogy ez is nagy segítség lesz az achievement elérésébe. De hát minden pályán meg kell találni, hogy hol található az artifekt. És eddig szinte mindig megtaláltam. Arra kell figyelni, hogy rengeteg sok ilyen pókfészek található. Itt is, és az a baj, ezeket el nem lehet pusztítani. Tehát szerintem ezek innen folyamatosan fognak jönni. A legjobb, amit tehetünk ezek ellen, hogy csapdákat helyezünk ki, amit fogok is csinálni. És egy idő után amúgy meg is jelöli a játék, hogy hol található,
ezek a gyenge pontok a fúróhoz. És valóban csak ez a három. Hát ez egy jó hosszadalmas pálya. Azért is, mert nem kell rassolni. Én legalábbis szeretném kivárni, hogy mégis meddig lehet fúrni. Mert hogy ez a sok piros pont, amit látható, ez mind fúrásnyom, és azaz mind pókfészek volt. Ez itt mind. És még ki tudja, mennyi lesz. Én arra kíváncsi, hogy meddig tart ez. Tehát mennyi pókfészek van még hátra. Na, és nem csak egy artifektet találtam, hanem még plusz kettőt is. Itt, ahol megtaláltam az első ilyen fortitude-ot. Itt található egy ilyen... Hol van? Ott. Egy ilyen evilness artifact, ami... Hát ilyen evilness-t ad folyamatosan. És itt találtam még egyet. Alul. Ez meg aranyat ad folyamatosan. Ilyen pályása volt, hogy hogy három artifektet is találtam. Na, és... annyi, hogy ha itt ezt a bejáratot így leromboljuk, ide jövünk ki egyből, és itt egy hatalmas pókfészek van, úgyhogy úgy készüljünk fel, hogy ezt egyből pusztítsuk ki a francba, mert az nagyság fájdalom, hogyha életbe hagyjuk. Aztán, hát már eljövök erre is, megnézem a második fortitude-ot, hogy mit található itt. Plusz arra kell figyelni, hogy a törpök azok folyamatosan újraépítik az épületeket. Tehát lerombolok egyet, újraépítik. Lerombolok egyet is. És rengeteg manóvar van a pályán, mint látható. Found another stone of finitude, and now had two. Another stone should be found around here somewhere. Most itt csak egy végtelen kő van, hogy mi az arany. Végtelen aranyforrás amúgy még itt található a szélén. Na és összesen annyi pókfészek van, amit mutattam. Tehát itt szépen körbe. Ezután már csak az fog történni, hogy nem megjelenik újabb pókfészek, hanem random, valamelyik pókfészekből elkezdenek jönni a pókok, három csapat, és egyre keményebbek is. Folyamatosan jönnek, tehát én azt tudom tanácsolni tényleg, hogy ne hezitáljunk. Menjünk, aztán daráljunk, szerezzünk kívülnest, nem kell rassolni, nyugodtan csak az lenne, hogy ne tököljünk, mert a pókok is folyamatosan fejlődnek, az emberek is. Én, hát szerintem főleg a relikekre mennék, amiket bemutattam, hogy hol található, és igazából ennyi. Én most az élőtokra meg a démonokra mentem rá egyszerre is, szépen, lassan maxos talenttal, és annyi, hogy ha erre bányászunk, itt az utolsó finitude-hoz van egy törpe királyság. Erre nagyon készüljünk fel, tehát hogyha eljutunk idáig, ezt a részt ne bányásszuk ki, különben átfúrjuk magunkat. A három ilyen drillt, vagy mi ez, gőzgépet, azt leromboltam. És ha leromboljuk mindhármat, akkor 10 percünk van, hogy a következő fúrás megkezdődjön. Tehát így csökkentjük a aktivitását. Na, de gyors mentés. És nem, hogy sikerülni fog. Vagy nem tudom, hogy mi lesz amúgy ezután, mert nem hiszem, hogy csak annyi, hogy megszerezzük a főtúdot, az kész. Nem szerintem még ezt a fúrót is ezután le kell szvernem. Utalia had discovered a dwarven stronghold. If this were to be destroyed, it would greatly weaken the heroes of Utalia. In addition, the stone was also very close by. És igen, azért mondom, hogy erre készüljünk fel, hogyha ide jövünk, mert az összes törpe itt elit. És azért az úgy kemény, hogyha full elit.
Just so you know, anyone that gets defeated gets no beer tonight! Az jó, aki kikap, az nem kap sört. Micsoda fenyegetés. Az azt jelenti, hogy lerombom azt a Dungeon Heartot. Meg is szerzem. Nugget. That's it for your boozing, you dim-witted little old maid. The best you're gonna get now is the leftover hot dog water. Hot dog water. És itt is legalább van egy csomó arany. De hát mondjuk aranyból már annyira tele vagyok, hogy nem győzöm költeni. Akkor a csapatom egy rendesen lag. Igen, közben meg ilyen hősöket is gyártottam. Ha már az az épület, én kihasználom, mert piszkosul jó, nekem tetszik. Na és most? Ha! I finally found all of the dragon bo- I mean, Horcrux... Dragon bo- Az a sok referenc egyszerre. With all this searching, you kind of lose track of the big picture. Oi! Those are my stones, lass! I need them to support Thanos! Give them to me! Like hell! They're all mine. Now, I'm going to get the others too, and you're going to look stupid as hell. Meanwhile, you just keep playing with your stupid nose paper or whatever that thing was supposed to be. With these uplifting words, Talia made a hasty exit in search of the next stone of finitude. Hát úgy látszik, sikerült minden. A képességet nem így, még nem írta ki, hogy megszereztem-e vagy sem. Na se baj. Szóval, ja, megszereztem a köveket. Brynhilda előtt, és mondta neki, hogy hát torkálj nyugodtan az orradat, még én győzök. Azt is kellken két órát szenvedtem ezzel. Doomhill. Talia and the Stones of Finitude Gathering Evil were on the trail of the fourth stone. This should be located somewhere near the volcano they call Doom. Most meg kell szereznünk a negyedik követ is, és ez a végzett völgyén, Doomhill-en fogjuk ezt megtalálni. Az acsi mentek még hozzá, hogy lavalamp, szóval 10 lavalampot kell elpusztítani, úgyhogy ezt a Chermonor reliket használom, vagy kiderül mi az. Még csak annyi, hogy el kell pusztítani az összes épületet. Meg lett az achievement? Nem. De miért, hogy miért nem, amikor egy pókot sengettem oda közel? Hát, basszus, Max, újra kezdem. Hát az új képesség meg csak annyit tud, hogy 50%-kal megnöveli Taliának az életét. És csak annyi a feltételő, hogy Taliának nem szabad meghalnia. Hát ez elég useless. Ooh, nice volcano, great view. Makes you feel right at home. What's this thing called again? Doomhill? Hmm. Kind of disappointing. Not enough for a mountain. While Talia was admiring the surroundings, the fourth stone of finitude was nearby, in the middle of an enchanting clearing. Wow, that's just too easy. Oh crap. Már nem lesz olyan egyszerű. Indeed, out of nowhere, mysterious beings appeared and broke the stone into three fragments, which they then carried away just to make things interesting. Dekedős. I just had to say it. Okay, it's my fault. Hopefully we can put that thing back together.
I'm sure I still have a tube of all-purpose glue lying around here somewhere. The fire of Doomhill's volcano could be used to fuse the stone fragments back into one. But in order to do so, the strange stone robbers would have to be defeated. All right, we know a thing or two about busting things up. Onward, creatures! Smash those crystal beasts, collect the fragments, and paint mustaches on their faces! Wait. I mean, take them to the volcano! Szóval, meg is találtuk egyből ezt a negyedik kristályt. Csak az volt a gond, hogy ezek a láva lámpak azok a tűzelementálok szétszették három darabra. Meg kell keresnem ezt a három darabot. De én már látom, be is jött a térkép. Szóval össze kell szednem, és egybe kovácsolnom a vulkánban. Mondjuk azt szerintem ide kell majd hozni, de majd kiderül. És akkor ugye az achievement annyiból áll, hogy ezt az öt épületet le kell rombolni. Meg használni kell a Charmanoreiket. Csak az még nem tudom hol lehet. The volcano seemed to radiate more and more heat. It was only a matter of time until it broke out. The heat was torture for the moderate temperature loving evil's creatures. The hotter it got, the more the heat would damage its armies. Tehát a vulkán folyamatosan melegszik. Minél jobb, minél melegebb, annál több sebzést kapnak az egységeim. Ez gáz viszont. Tehát én azt tanácsolom, hát nézem, élőhottakkal kezdünk megint. Szóval én maradok is az élőhottaknál, mert ugye, hogy ha orkok meghalnak, akkor azt nem tudjuk éleszteni őket, hogyha nincsen ilyen szobánk. Az meg még azért sok idő. A démonokat meg ugye csak ilyen evilness-szel lehet újraéleszteni. Az élőhott meg ugye csak visszakerül a sírjába. Úgyhogy, ja. Illatra kell rámenni minél mindenképpen. Játék szerencsére felajánl egy segítséget. És ezt muszáj lesz megszereznünk minél hamarabb. Még mielőtt eléri a hőmérséklet az 50-et, vagy 60-at, addigra már Táliánk meg fog halni. És ugye a skill megszerzéséhez nem halhat meg egyáltalán. Szóval sietnünk kell mindenhol megszerezni ezt az artefektet. Csak az a baj, hogy egészen itt talál. És tanácsom, hogy gyorsan csináljunk és bányászunk erre lefelé, hogy a little snotok gyorsan tudjanak bányászni. Hogy kezdésnek ezeket a passzív skilleteket választottam, itt is meg tudom mutatni, nem kell azt kilépnem. És a kezdésnek már, amit kapunk kívül, ezt rakjuk ki, hogy a szürke ilyen részeket is ugye ki tudja bányászni. Itt erre már csak olyanok vannak. De most remélem, hogy csak az van. Csak közben itt van pár lavalamp is, az tűzelementál. For the icy evil's creatures, this was a painful development. The nerve! How are we supposed to slay heroes in these temperatures? Oh, I demand a little slot with a fan. Fortunately, there was supposed to be a magical artifact. És az a gond, hogy azért, hogy nem fog működni. De ez a még fejlettebb little snot kell. Ami 175, meg hát kb. 300 evilness kell hozzá. Ezt mégis hogyan gondolták amúgy a készítők? Tehát evilness-t hogyan szerzek ennyi idő alatt? Hát én úgy szereztem meg az evilness-t, hogy gyorsan a kezdő csapatommal fejettem ezt a tower kiiktattam, meg a javító brigádot, és így pont meglett az a mennyiség, hogy meg legyen ez, hogy a kemény kőzetet is ki tudjam így vágni. Annyi, hogyha az 5 perc, vagy mi az, feltöltődik a vulkánval, 100-ra megy, akkor így kitör.
és az, hogy kitör így a felszínen, különböző teletekre milyen tüzet lövel ki, úgyhogy akkor a felszínen nem vagyunk biztonságban, vagy ha belemegyünk abba a tűzbe, az nagyon könnyen ki tud nyírni minket. Biztos csak arra figyeljek, hogy tárgya meg ne halljon nekem. De legalább meg lett. Finally, give me that thing. I'll slip it into my footpath right away. Na hát ez is egy kifejezetten nehéz pálya, sőt, baromi nehéz. Nagyon oda kell figyelni minden egyes lépésünkre. Mondom a kezdeteket. A játék legelején csináljuk azt, hogy itt ezt kibányásszuk, és ide bányászunk. Itt találtunk egy ilyen cselészt, vagy mi ez? Hát olyan relik. Ez azt tudja, hogy nem kapunk lávas sebzést, immunisak vagyunk így a teleten, a lehetségekre. És hát az a baj, hogy így is sebeznek ezek a tűzelementálok, de azért kevesebbet. Plusz a tűzelementálok így kapnak sebzést. Na az a gond, hogy ugye van ez az achievement, hogy 10 lávalampat kell megölni ezzel a erekével. Az a baj, hogy ezek a tűzelementálok 7 sebzést kapnak. Ez az a gond, hogy 7 sebzés az piszkosul lassan fog lemenni, mert hogy van nem tudom már, vagy 7000 életük, és az mire lemegy, eléggé sok idő, de szerencsére meglett. Én csak azt csináltam, hogy fogtam ide, beraktam, ahol állnak egy helybe, azt egy folyamatosan sebződnek, nem mozdok se, aztán kész. Aztán én már az kezdő csapattal gyorsan fogtam, és ezt a bázist így kitakarítottam legelején, hogy legyen egy kis evilness-em. Aztán attól szinte csak vélekeztem. Mindegyes vulkán kitörés után egy ilyen tűzelementál fészek életre kell, a legelső az ez. Nem tudom a sorrendet már, de összesen itt van egy fészek, itt van egy fészek, ezt sikerült kiszednem, nagy nehezem. Itt van egy fészek, itt fent, itt, meg itt. Ennyi fészek található összesen. Az a baj, hogy a fészkeket nem lehet kiiktatni, most ki lehet, csak passzottuk nehezen. Tehát én ilyen alig sebeztem rá. Ha nem fél óráig jutottam, akkor egyet csetelezlek, le akartam tesztelni, hogy legalább be lehet pusztítani, csak paravilyen nehezen. Tehát szerintem a készítők így az át, hát a normális HP-t meg 100-szorozták, olyan nehéz elpusztítani a fészket, de úgy voltak, hogy ó, ne legyen már olyan könnyű ez a pálya, hát nem is könnyű, bassza meg. Aztán, ha erre kibányászunk, pontosan itt, ez a részen, akkor találtunk még egy reliket. Hát ezt a két reliket én úgy használom, hogy egyet ide, mert innen támadnak, meg innen, meg északról, hogy ugye nem pusztítjuk ezt a fészket, de én nem is nagyon támadtam, mert ezek az elit elementálok, ezek a elit tűzelementálok, ezek piszkosulnél tudnak sebezni. Aztán annyi, hogyha kitörik a vulkán, akkor ugye mindenhol ilyen tűz keletkezik, ez teljesen random, hogy hol. És ezek a tűzek hát egy hitelik az egységeket, hogyha belemegyünk, úgyhogy nem menjünk. Csak akkor tudunk belemenni, hogyha megszerzük innen ezt a reliket. És ugye csak úgy tudunk ide eljutni, hogyha a Little Snotokatnak kitanuljuk, hogy 5-ös szinten. Tehát kurva sok evilness is kell, passzottul nehéz megszerezni ezt az evilness-t is, mert ugye van 5 tábor, amit ki kell pucolni. Úgy tudjuk ezt az evilness-t szerezni, hogy néha szokott jönni ilyen karaván ezen a részen, így végig ezen a sávon ilyen járatok. Hát ezt 600-ért ki tudjuk iktatni, meg vannak ilyen patrolok, az szinte vételem, mert 4 paraszt így innen oda sétál, ingyen evilness úgymond, csak ki kell szedni. Oda kell figyelni, és az a baj, a térkép néha nem, a parasztokat, ezeket nem szokta jelölni, úgyhogy végig kell menni azon a sávon, amelyen közlekednek.
Hát annyian úgy, hogyha kiiktatjuk ezeket a tűzelemdel a fészkeket, onnantól már igazából át a dueltünk, mert sokkal könnyebb dolgunk lesz. Ja igen, és a hősökre is hat ugyanúgy ez a tűz, hogyha esetleg lejönnek pont ide a dungeonünkben, akkor az szinte meg is halnak, mert nekik ugye nincsen relik. És... lényegében azt hiszem ennyi. Itt van egy nagyobb aranyforrás dungeon-től messze, meg itt. Végtelen aranyforrás nem is tartom, nem is, nincs is időm találni. Itt van ez mondjuk. De ennyi. Aztán még annyi, hogy ugye annyi a feladatunk, hogy ezt a három reliket így össze kell szedni. Amint odaérünk egy darabhoz, megjelenik egy tűzelementál csapat. És ahogy így jönk szépen, így részenként megjelenik mindig egy csapat, egyre több, egyre erősebb csapat, és úgy kell egészen bevinni ide középre a dungeon hátunkba. Aztán, ami fontos még, hogy van ugye ez az achievement, hogy öt, vagy mind az összes épületet el kell pusztítani, hát ez a legnehezebb itt, mert ez a fő hadizálása. És ezt full elit csapat őrzi, de olyan csapat, hogy itt volt egy helyben, és olyan csapat, hogy hát egy csapat átlagosan néztem 10 ember beláll, hát ebből 30, tehát 30 elitet képzeljünk el így egy helyben, nagyon fel kell készülni rá, mert arra nem tudok mit tanácsolni, csak az, hogy szintelődjünk, várjuk ki türelemmel, és úgy verjük le, hogy átlagosan 5-ös erősségen kéne, hogy legyen mindegyes egységünk, akkor úgy van esélyünk, plusz a tűzelementálok ellen is. Tehát most megnézzük, hogy 6-os átlagosan az egységeim, így már neki tudok menni az elit tűzelementálnak. Ha ilyen 1-es, 2-es, az pár másodperc alatt megpusztul. Úgyhogy, hát szerintem igazából ennyi, amit el kell mondom ez a pálya kapcsolatban, nagyon arra kell figyelnünk. Nem könnyű egyáltalán, és ez a normál nehézség, persze, mert gondolj, milyen lett ez, hát azt jelenti, hogy nem olyan achievementet tartok ki, hogy készítik, hogy pusztítsam az összes tűzelementál fészket. És igen, azt mondtam, hogy amint egy fragmenthez megyek, megjelennek, és mint látható, ezek már relitek is. Úgyhogy fel kell készülni erre. Nem lehet ezt így fast run-olni. Pár perc alatt készül az egész. És akkor megvan az útvonal, azon kevés kísérni. Nem lehet így letérni, meg shortcutokat venni. És mondtam, hogy megjelenik egy tűzelementál csapat, és így végig. És úton vagyok az utolsó darabbal. Sikerült kiiktatnom az összes fészket, de aztán csak akkor essünk neki a három darab összegyűjtésének, hogyha már az összes egységünk minimum az 5-ös szintet eléri, plusz megszereztük a reliket. Ez a relik az létfontosságú szerintem, ugye hogyha a vulkán kitör, az teljesen random, hogy hova szórja a tüzét, és sodorhatja akár ide az útvonalunkba is. És akkor nem tudunk átkelni. Tehát anélkül ne kezdjünk ennek a összegyűjtésébe semmiféleképpen. Na, és megvan ez is. Összes épület elpusztítva. Tálja egyszer se halt meg. Úgyhogy... Na. Vidd már be. Úgyne. Talia and the collectible crazed evil had done it. All the stone fragments were now in their possession. Great! Now let's melt this mother down and make ourselves a fancy stone. My precious. Na már, mi a volt referenc? Those were my first words after the doctor took out my gallstones. But we digress. Talia and the rock collecting evil had captured the fourth stone of finitude.
Now they only had to find one more stone before they could reassemble the gauntlet of finitude. Jó. Minden is sikerült, kiváló. Igen, amúgy, ha megnézzük a Hand of Evilness-be is látszik, hogy ott volt nekem három kő beépítve. Így már négy lesz beépítve. Raiders of the Lost Stone. The fifth and last stone of finitude lay hidden deep in the underground. But Talia and the Digging Evil weren't the only ones stretching their greedy claws out for it. For the Dwarf Queen Brynhild was extremely interested in it herself. So, az utolsó követ is meg kell szereznünk, és Brynhild, a törpék királynője, ugyanúgy szeretné megszerezni. Hát, az egy-két szavunk majd. Na nézzük, hogy milyen acsi mentek járnak hozzá. Brimstone-t, tehát a Brimstone-t kell használni, hogy 10 robbanást előidézek. Mana, mi ez, járőr, beérkezzen a helyére. Hát nem fogjuk engedni, ez nem újon. Az új képességünk azt tudja, hogy Talia sebzését 50%-kal megnöveli, és csak annyi a feltétele, hogy minden frakciót 7-esre kell húzni. Tehát ami ott van, Dungeon, Undead, stb. Az mind 7-esre. Jó sok evilness kell majd ehhez. Wee machine. Trinket before that dark elf last grabs it. That stupid dwarf again. This is slowly turning into a running non-gag. But okay, let's cut it short. These incredibly long intro and outro sequences are gonna drive people crazy. Narrator, what do I have to do? Now that's such a direct question. Talia had to reach the Stone of Finitude before the Dwarf Queen could grab it. The latter had procured a modern mining machine. Oi! What's wrong now? What's wrong with the damn thing now? Hello? Maintenance? The drill isn't working. What? Yeah! I already tried turning it off and on, you jokers! Oh, wait a minute. I was wrong. It was just the plug that was loose. Someone must have unplugged it while cleaning. Okay! Not another word about it. Let's move on. Well, you see, the dwarves had a powerful drill. Now, where were we? Okay, all right. I think I know what to do. We dig out the stone. Consider it done. I'm getting the feeling you're out to take my job right now. Let's go, creatures. Get those pickaxes ready. Dig your way to the stone and refill my cocktail glass. Okay, tehát versenyeznünk kell a törpe királynő ellen, hogy nekünk kell hamarabb ide érni. Viszont ahogy nézem, egy útvonal van, tehát csak ide tudunk jönni, és Brimstone kell, tehát a legnehezebb ilyen... Tehát megint azt kell csinálni, hogy a kis taknyokat minimum 5-ös szintre kell húzni, hogy idáig be tudjunk férkőzni. Hát, ezek a poénak amúgy, hogy még felhívta a szolgáltat, hogy jó, nem működik a fúró, valaki kihúzta a dugout. Horrible evil's smartest little snots had got together and determined the fastest way to the Stone of Finitude. However, it led through both stone and greystone, which necessitated some important little snot research. Aha, tehát még a játék jutalmaz is, hogyha kitanulom ezeket. 150 évvel messze, ez nem sok. És egy bejáratunk van. És hogy nézem, folyamatosan csökken ennek az ereje. Számításom szerint, hogy ha elér a felére, akkor kell ezt majd újra töltenie. És igen, megnéztem, hogy innen érkezik majd a szállítmány, amit meg kell akadályoznunk az achievementhez. És ideig fogja behozni, ide középre. De úgy tök jó, mert itt van nekünk egy köpésre. Vagyis lenne, mert ez egy másik bejárat, tehát ezt majd fel kell oldani. De innen is meg, könnyen megközelíthető.
Itt van hát egy-két torony, amin át kell verkedni magunkat. És ahogy nézem, orkokkal érdemes kezdeni, nem hiába állítottam be így a passive skillt. Az a baj, hogy eddig azt érzem, hogy ez a kettő talent minden pályára kötelező. És ezt a harmadikat kell mindig váltogatni. Nagyon jól néz ki már a kesztyűm. És ahogy nézem, itt van egy brimstone, tehát ezeket meg kell keresni. A játék nem mutatja majd magától. Csak hogyha ezt... Aha! Hát van egy pár tűzelmentel, aminek nem örülök, de viszont egy végtelen nyersanyag. Leteszteltem ezeket a brimstone-okat, ugye itt található, meg itt errefel is látunk pár ilyen brimstone-t. Óvatosan robbantsuk fel ezeket, a kis taknyokat szinte azonnal megöli. Ha ezt kirobbantjuk, akkor ide jöhetünk, és nem tudom mire van a szerkezet, majd kiderül, csak ilyen csomó elit őrzi, tehát erre még fel kell készülni. Aztán, hogyha erre kibányászunk magunkat, itt van egy törpe királyság. Erre is óvatosan jöjjünk. Hát én erre nem is ajánlom, hogy bányászunk. Igaz, hogy mondjuk normál egységekből áll csak. Elitet nem nagyon látok. De akkor is. Azért egy királyságra felkészülni. Komoly próba. Amit viszont találtsak, hogy erre bányászunk így, erre kifele, mert itt van egy baszott nagy aranyforrás. Ezt érdemes kihasználni, itt van egy kisebb pókcsapat. Ha itt tovább jövünk, akkor itt még egy pókvészek is van. Az képest, hogy az előző pálya mennyire piszkosul nehéz volt, ez pont a fordítottja, tehát ez nagyon egyszerű. Csak az, hogy nagyon egyszerű legyen, meg kell felelni pár feltételnek, mondom is méghozzá mit. Szóval az elején én azt csináltam, hogy szépen itt a minimapon mutatom. Itt az egész területet így kibányáztam, és ugye nem bányáztam oda a törpe királyságba, csak hogyha már fel voltam készülve. Aztán itt el voltam ez a sok aranyröggel, és mint fel voltam készülve, ki is bányáztam itt a végtelen aranyforrást, ezzel így el voltam. Amint elkezdődik a játék, egy kisebb csapatot csináltam, 5 darab goblint, 5 darab nagát, 5 darab orkot, és azzal letisztítottam ezt a területet, itt, még egyszer mutatom itt a alsó részt, meg itt, hát itt a teljes jobb oldalt. Fontos, hogy ezt a részt takarítsuk, erre nem menjünk, mert itt már kemény egységek vannak, és az elején azok faszra húznak. Hogy miért fontos ez? Mert ugye jönnek ezek az energy shipmentek, de az elején csak egy irányba jön. És hogy szépen haladunk, egyre fokozódik, tehát az eleinte csak egy irányból jön, más, aztán két irányba, aztán három irányból. Nagy az elején azért kell letakarítani ezt a jobb oldal részt, mert vagy innen fentről, vagy innen lentről indul el. Hát nem volt szerencsém szent arra, hogy erre a részre induljon el, de erről is indulhat. Vegyük úgy, tehát ez a mana shipment az innen, innen, meg innen fog érkezni. Hogyha rá akarunk menni az acsira, érdemes ugye megakadályozni, én rámentem. Ez a brimstone amúgy könnyű achievement, hiszen csak ezeket a robbanó részeket kell felrobbant, aztán kész. A faction level az megvan. 9-es is felhúztam, 10-es is akkor már. És annyi, hogy itt, hogy a törpe királyságot leverjük, ez a lift piszkosul jó, mert ez ugye kihoz ide, középre. És ide jön úgy is mindig a mana shipment, tehát egy köpésre van, aztán leverhetjük. Csak érdemes letisztítani előtte mindent itt a környéken, és nem belefutni az elit csapatokba, csak hogyha fel vagyunk rájuk készülve. Itt is van egy végtelen aranyforrás, itt is, meg itt is.
Meg annyi, hogy ha erre bányászunk, itt ezt a részt kibányászunk, akkor belefutunk még egy törpe királyságba. Rengeteg arannyal rendelkezhetünk itt. Na, már érkezik is a shipment, úgyhogy be is fejezem inkább, még mielőtt beérkezne. Aztán, hogyha itt ezt kibányászuk, ezt a részt, mit mondtam, itt is van jó pár itt, ez a szerkezet azt tudja, hogyha rányomok, akkor a lenti részt teljesen felfedi. Tehát nem ütközünk bele, hogyha ilyen brimstone szétverünk, random ellenségbe, tudni fogjuk, hogy mi van ott. Jó kis szerkezet. Csak hát ugye csak erre a pályára van, nem vihetjük magunkkal. Ugye a narrátor is mondta, az le van ide kötve, olyan nehéz, ha senki nem bírja felemelni. Ez van. Na, de szerintem fejezzük is be. Úgyhogy nem nehéz, hiszen tényleg fullos talentra tudtam húzni. Ennyi a lényeg, hogy... ja igen, hogy varázslatokat tanuljunk mindenképpen. Ajánlom, hiszen így legalább több dologra is tudunk figyelni. Tehát én azt szoktam csinálni, hogy nézem még egy perc van hátra, akkor elindulok mondjuk ide, mert tudom, hogy oda fog jönni. Gyorsan leszedem a shipmentet, benyomom ezt az attack speed-es Baleful Tempest, hogyha van rá evenness-em. Ha nincs, akkor megnyomok ilyen potit, mert ez is haste-et ad. De együtt a kettő az meg ma tökéletes, és pikpakot tudok lenni a másodikon. A harmadikat meg én úgy szoktam, hogy... Na, franc vagy, hogy idézek egy olyan gonoszt, és azt ráküldöm. Seven... Ja igen, hogy evenness-t adó relik is található fent északon, ahol a volt ilyen pókfészek. This brought them one big, colossal step closer to Tenos's destruction. Exactly! Now we just quickly insert them into the gauntlet, and then we can get this show started! Somehow, I lost the spear I was going to put Tenos's head on along the way. Oh well, but I think I'll just make a new one. Elvesztette azt a láncsát, amire rá fogja tűzni Tenos fejét. Nem baj, csinálj újat. Na jó, meg lett minden. És akkor most már megvan az utolsó kő is. The rune sockets of finitude. Part 1. Talia and the digging up the countryside evil had been able to get hold of all the stones of finitude. Now, all that was left was to insert them into the gauntlet. Aha, tehát... Megvan az összes kő, csak ezt be is kell helyezni a kesztyűbe, ami lehet, hogy szinte nem lesz egyszerű feladat. Nézzük, hogy milyen achievementek fűződnek hozzá. Micsoda? Az összes faction-t, tehát a dungeon-t, mindent 10-esre kell húzni. De jó, hát ez se lesz rövid pálya, az biztos így. És legalább 5 egységemnek 10-es szintűnek kell lenni. A játék végére. Hát ez nem nagy feltétel szerencsére, csak sok időbe fog telni. A új képességem azt fogja tudni... Micsoda? Ha egy egységem meghal teljesen, tehát mondjuk nem tudom újraeszteni, mert nincsen hozzá hely, vagy még lehet pusztul mondjuk egy ork, akkor helyette kapok egy random szellemhőst ugyanolyan szinttel. Hát... Lehet, hogy valaki jónak tartja, nem tudom ezt eldönteni, de inkább nem mondom annyira jónak. És annyi a feltétel csak, hogy 15 hős kell a jégbörtönbe átalakítani. Hát a feltételek szerencsére nem olyan nehezek. Na! De úgy gondoltam, hogy innen fogom folytatni, mert igazából már csak 3 pálya van hátra, úgyhogy azt majd a fináléra fogom hagyni. Úgyhogy a kesztyű készen áll, a kövek elhelyezve, már csak be kell helyezni.
Úgyhogy, ha tetszett a videó, azzal találkozunk majd a fináléban. Addig is, sziasztok!